A szakképzés szereplőivel tartott megbeszélést a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A kamara a rendezvényen többek között bemutatta feladatait, és hogy milyen módon működik együtt az egyes szervezetekkel. Amikor megkeresett bennünket a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, illetve az ágazati készségtanács, amely az egyes ágazatokban tevékenykedő vállalkozások érdekeit képviseli, egy szakmai kerekasztal beszélgetés közös megszervezésével örültünk a felkérésnek, hiszen a cél az, hogy egy asztalhoz leültessük a szakképzés szereplőit, úgy mint szakképzési centrumot, vizsgaközpontot, duális képzőhelyeket, az ágazati készségtanácsot, illetve kamarát, és átadjuk egymásnak azokat a tapasztalatainkat, amiket eddig a szakképzés területén szereztünk. A mai nap folyamán megismerhetjük például az ágazati készségtanácsnak a szerepét a szakképzésben, a kamara a szakképzési szereplőkkel milyen együttműködésben végzi a feladatát. Duális képzőhelyünk is el fogja mondani az eddig szerzett tapasztalatait a képzés során. A délutáni nap folyamán pedig az új szakmai vizsgáztatás kerül a fókuszban. A kamara oldaláról bemutatásra kerül az együttműködés a különböző szakképzési szereplőkkel, és ezt pedig úgy tudom megtenni a legjobban, hogyha bemutatom a kamara feladatait. Például a vizsgáztatás területén a pályaorientáció, a megyei munkaerőpiaci kerekasztal, a országos szakmai versenyek szervezése, a duális tanácsadói hálózat működése. Az eseményen a Tolna megyei szakképzési centrum is bemutatkozott. Mi is megmutatjuk magunkat abban az értelemben is, hogy hogyan tudunk csatlakozni elsődlegesen a gazdaságvilágához, a helyi cégekhez. Nem másodsorban egy olyan feladatunk is van, ami az ágazati készségtanácsokkal kapcsolatos, hogy ha észlelünk akár és elsődlegesen tartalmi problémákat inkább, vagy ellentmondásokat, vagy érkeznek felénk is jelzések, adott esetben tananyagtartalmakkal a képzéssel kapcsolatban, azt csatornázzuk be mi is az ágazati készségtanácsok felé. Ugyanis a szakképzési centrumok, ugye megyei szinten azok a szervezetek, akik a részükként működő iskolákon keresztül, de hát operatív kapcsolatban vannak képzésen keresztül a gazdaságok, vagy a gazdálkodókkal, a cégekkel, és hát nagyon fontos partnereink ők. Alapjában véve nekem van egy olyan privát dolgom is, ami mentén én ezt direktben is tudom tenni, hiszen a turizmus vendéglátás ágazati készségtanácsnak delegált tagja vagyok. Tehát ott, és miután nálunk is van ilyen jellegű képzés, és egy elég komoly volumen tesz ki a centrum életébe, képzési struktúrájába ez a képzés, ezért ha bármi adódik, rögtön tudom jelezni. Azt gondolom, hogy olyan jellegű nagy probléma, ami komoly problémát jelzett volna, nem jelent eddig még meg, és ez egy jó dolog. Viszont nagyon fontos az is, hogy visszajelzéseket adjunk és kapjunk is egyébként az ágazati készségtanácsoktól arra vonatkozóan, hogy milyen a képzés minősége, országosan ma a monitoringgal, és tudnak bennünket segíteni. Úgyhogy ebben a szerepkörben is érdekes most számomra ez a rendezvény. Ahogy mondtam, a szakképzés működtetése szempontjából az, hogy mindenki hozzá tegye a saját részét. Az ágazati készségtanács legfőbb feladata, hogy a vállalkozásokat, vagyis ez esetben a duális partnereket képviselje. László Gábor, a szervezet elnöke elmondta, hogy végső soron a szakképzésben résztvevők célja, hogy a tanulókat használható és naprakész tudással küldjék a munkaerőpiacra. Az új szakképzési törvény az mindannyiunk számára kihívást jelent, minden szereplő számára. Tehát itt beleértve a centrumokat, a megyei kamarákat, az országos kamarát és a duális képzőhelyeket, és ezt az új rendszert csak úgy tudjuk hatékonyan, jól és megfelelő módon működtetni, hogyha párbeszédet folytatunk és megosztjuk a tapasztalatainkat. Hát most erről lesz szó. Az ágazati készségtanácsokat az MKIK keretében vagy gondozásában működtetjük. Igazából a korábbi ITM, most már a KIM
alatt, szárnyai alatt dolgozunk, onnan kapjuk az irányítást, van éves tervünk, ami, hogy igazából merre felé kell haladni a szakképzés tekintetében, ez az egyik oldal, a másik oldal pedig a gazdasági szereplők, akik az ágazati készségtanács tagjai, ők hozzák a napi működési észrevételeket, visszajelzéseket, és ezzel foglalkozik az AKT. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, az új rendszer működik, azonban néhol szükség van finomításra. Össze kell dolgoznunk. Még nagyon sok mindenki fejében a régi rendszer van, ami gyökeresen megváltozott, egyetlen eleme sincs talán, ami most érvényes lenne, éppen ezért kell az új szemléletről sokat beszélni és ezeket egyeztetni, itt beleértve a képzési programot, hogy megfelelőek legyenek az óraszámok, az elméleti felkészítésre és a duális felkészítésre, az, hogy ki milyen tananyagegységet meddig oktat, milyen módszerrel ezt össze kell hangolnunk, valamint azt, hogy a képző helyeken elkészült anyagok visszajussanak az iskolába, hogy a portfólió elkészüljön, ami egy új eleme most a szakképzési rendszernek, és ezáltal hatékonyan kell működnünk, és itt vannak még olyan egyeztetések, hogy minden megfelelő módon történjen, ahogy a szabályozásban is benne van. Tulajdonképpen ez gyakorlatorientált képzést eredményezett ez a mostani változás. Ez azt jelenti, hogy sokkal több időt töltenek a tanulók nálunk, ez az egyik oldala. A másik oldala viszont az, hogy módszertanilag is megváltozott a szerepünk, nem csak gyakorlati fogásokat oktatunk, hanem elméleti ismereteket is kell oktatnunk.